Köszöntök mindenkit az őszi első könyvklub alkalommal. Megint azt gondolom, nem kell senkit bemutatni, így Sándor Ilona, Hegedűs István így Torontóból, és Kenyeres János továbbra is még Magyarországról. Köszönjük, hogy estés bekapcsolódsz beszélgetésünkbe. Köszöntök mindenkit. Szeretnék megint folytatni így hónapról hónapra könyvklubnak a beszélgetéseit, és amire gondoltunk így készítve elő ezt az évet, hogy lehetne mostan kifejezetten emigrációs irodalomról, magyar emigrációs irodalomról beszélni ebben az évben. Minden olyan szerzőt, régi vagy újat, akinek az alap életrajzi vagy érzelmi hátterében lényegesen beleszól az, hogy anyaföldtől távol került, bármi miatt is történt ez. Próbálnánk eléggé kitágítani ezt a kört. Az emigráció, ez lehet a rajtán túllépés Ausztriába, vagy pedig Kanadába. Fogom majd próbálni kifejezetten olyan kanadai és észak-amerikai szerzőket nézni, akik talán így közel vannak így hozzánk. Próbálunk olyanokat is nézni, akik nem annyira ismertek így, mint az év alatt, és talán azt is lehet így mondani, hogy várunk ebbe így jó ötleteket, ahogy eddig is itt a hallgatók részéről. Gondolom, hogy ki fog majd derülni így akkor menet közben, hogy egyáltalán más-e ez az irodalom. Egyáltalán meg kell különböztetni, hogy ez csak egy földrajzi megkülönböztetés, miben más, miben azonos egy emigrációs irodalom, van-e sajátos mércéje. Én egyszer szeretnék egyből belevágni ebbe a beszélgetésbe. Arra gondoltunk, hogy kezdjük a legklasszikusabb emigrációs íróval, aki talán így nem jutna így most az eszünkbe egy hirtelen, de Mikes Kelemen, és ha kimondtam, akkor már egyértelmű, hogy mindannyian ismerjük az ő törökországi leveleit. István, te válaszod, egy picikét bevezeted így a történelmi hátteret. Mondasz egy pár szót róla? Igen, köszönöm szépen. Nem tudom, lehet ezt mondani, hogy tulajdonképpen az egész emigráció, mint egy fenomén, talán a Rákóczi szabadságharccal kezdődne a magyar történelemben. Hát persze, hogy voltak ottan magyar történelem máskor is, bizonyos csoportokat el kellett tűnni, aztán visszajöttek, de nem tudom, hogy volt egy klasszikus értelemben emigráció a Rákóczi szabadságharc előtt. Hát ez egy teoretikus kérdés, gondolom, de hát akkor álljunk neki. Mikes Kelemen. 1690-ben született Zágonban, Székelyföldön. A Mikes család egyik kiemelkedő tényező volt a székelyek életébe, egy nemes család volt, és ahogy olvasgattam róla, apját, mikor Mikes még egy vagy két éves volt, kivégezték az osztrákok, mert a tököi kurusz lázadásnak volt a támogatója. Nem tudom hány évvel később a Mikes anyja még egyszer férhez ment. Feltételezem azt is, hogy Mikes apja az protestáns volt. Nem tudom, de nekem úgy vettem ki a szövegből. A következő, a anyjának a következő férje egy bizonyos Boyer Ferenc nevű ember volt, aki katolikus volt, és Mikes Kelement kvázi katolizálta, annyira is, hogy a kolozsvári jezsuita iskolába járt, mint diák. 1707-ben, tehát már Rákóczi szabadságharc ideje alatt a nagybátyja, nem tudom, hogy mondom az anyjáról, vagy talán az apjáról, az ő protekcióján keresztül bekerült Rákóczi fejedelem szolgálatába. Először, mint apród, aztán később, amikor már sok év múlva már ő lett az Rákóczi emigrációnak a vezetője. A Rákóczi szabadságharc, persze tudjuk, hogy milyen tényezők vezettek oda. A történészek azt mondják a Rákóczi szabadságharcról, hogy tulajdonképpen az egész nemzet egyesült. Megszűntek az osztálykülönbségek, a nemesség ugyanannyira
a szabadság harc mellett állt, mint a jobbátság, a különféle nemzetiségek belépve a szlávokat és a németeket, a magyarokkal együtt küzdöttek a Habsburg elnyomás ellen. Sajnos a magyar történelem egyik sötétebb terülésről beszélünk, amikor első Lipót lett Magyarország királya, különben német-római császár is volt, és hát ő egy kimondottan rossz indulatú uralkodás alakult ki, és a Rákóczi szabadságharcnak megvoltak a súlyosabb okai. A szabadságharc végül is 1741-ben a szatmári békével fejeződött be, amikor a történészek azt mondják, hogy tulajdonképpen az a béke nem volt annyira rossz indulatú, akkor már hála Istennek Lipót már az örök vadászmezőre elkerült, és egy sokkal jobb indulatú osztrák uralkodó került a trónra. Úgyhogy ezt azért mondom, mert Mikes különben akkor hazamehetett volna, de hát nem, mert azon követte Rákóczit. Rákóczi először Lengyelországba ment, aztán átmentek vagy 4-5 napra Angliába is, végül Franciaországban kötöttek ki, ott voltak egy pár éven keresztül, de a franciák is persze a politikákat a maguk érdeke szerint vezették, akkor már nem volt Rákóczi érdekes, sőt, Rákóczi tulajdonképpen megszűnt érdekesnek lenni már 1750-ben, amikor a franciákat az osztrák és az angol hadseregek Blenheimnél megverték. És akkor már Franciaország nem lett egy tényező az Rákóczi szabadságharcban. Lényeg az, hogy egy pár év ott lét után Rákóczi és társai, beleértve persze Vikest is, a török szultán meghívására elkerültek Törökországba, és végül is ott telepedtek le. Először Konstantinápoly környékén, aztán végül az osztrák uralkodók nyomására a török szultán megkérte, hogy mégis menjenek el, távozzanak minden messzebb az udvartól, a török udvartól, és kikötöttek Rodostóban. Hát ez a rövid történelmi háttér. Hozzá kell tenni, hogy Mikes Kelemen élete végéig hű maradt Rákóczihoz, és Rákóczirról, mint köztudomásról egyik legtisztább politikusa a magyar történelemnek, és tényleg egy nagyon egy vonzó és egy kiváló egyéniség volt. Hát csak ennyit. Jön a irodalmi szempontból te hogyan mutatnád be ezt a levélgyűjteményt? Köszönöm Istvánnak, aki felvezetted itt a történelmi háttér ismertetésével, hogy Mikes Kelemen hogyan kapcsolódott Rákóczi Ferenchez. Valóban tehát a törökországi bujdosás, mi ezt bujdosásnak nevezzük, ez egy számüzetés időszak volt, amikor Rákóczi Ferenc fejedelem az elbukott kurút szabadságharc után kíséretével itt a bujdosást választotta, és Törökországban kötöttek ki, és ez 1717 októberében volt. Ahogy István, te is mondtad, kisebb-nagyobb kitérők és állomások, helyszínek után, ugye voltak először Gallipoliban, aztán Drinápolyban, aztán Jélikőben is, és utána pedig Rodostóba kerültek, és ez 1720. április 24-én volt ez a megérkezés. Na most a törökországi leveleket, Mikes, ezt mi nevezzük törökországi leveleknek, így az utókor ragasztotta rá ezt a címkét a levélgyűjteményre. Tehát ezeket a leveleket Mikes a Törökországba való érkezéskor kezdte írni. 1717 és 1758 között, tehát egy jó 40 évet felülelő időszak ez, és ennek a termése az a 207 levél, amely megszületett Mikes Kelemen tollából. Ezek fiktív levelek, tehát nem valós, nem misszilis levelek. A címzett személye is érdekes, valóban egy grófnőnek címezte egy Konstantinápolyban élő távoli nőrokona lehetett ez a hölgy, ha valós személy volt. Tehát ő az a címzett, ő az a levelezőtárs, akinek írja a leveleket, és akitől állítólag kap is levelet, választ olykor-olykor. Tehát ezeket a leveleket Mikes ezen időszak alatt írja,
a törökországi bujdosás időszaka ez, és beszámol az ottani élményeiről, a hétköznapokról, a mindennapokról, és közvetlen formában a fejedelemről is számot ad. A levelek műfajilag sokszínűek, sokféle műfaji keveredés található itt a levelekben. Talán a levél az alkalmas, mint levélforma egy közvetlen beszélgetésre, de megszólal itt Mikes önvallomásként is, útirajzot is ad, anekdótákat, novellisztikus történeteket is közöl. Tehát gondolom, hogy erről majd bővebben fogunk beszélni. Én azt mondanám, hogy beszéljünk arról, hogy vajon miért választotta Mikes Kelemen a levélformát. Tehát legyen ez az első kérdésem, és akkor Jánoshoz intézném ezt a kérdést. Erre nehéz válaszolni talán, azért is, mert voltak előtte már példák, tehát a kor egyik irodalmi műfaja volt a fiktív levél, és fordulhatott mondjuk francia szerzőkhöz, másokhoz is, tehát ez benne volt a kor szellemben, hogy a levél az egy kiváló irodalmi műfaj. Hát talán a számüzetésnek is egy alkalmas műfaja, hogy levelet írni valakinek, híradást adni. Nem feltétlenül a viszontagságokról, egyszerűen a törökországi létről, milyen az élet ott. Illetve hát nyilván a levelekből az is kitűnik, hogy mintha ő kapna is leveleket, amennyiben fiktív levelekről van szó, akkor persze ez is egy fikció, hogy ő kapott volna ettől a grófnőtől választ. Minden esetre ez egy igen alkalmas, élő, életszerű műfaj, ezért választhatta ezt a formát. Tehát a formai sajátosságok is ugye ott vannak a levélben, és én úgy éreztem, így nagyon sok levelet átolvastam, volt olyan levél, amelynél el is időztem, de valahogy úgy éreztem, hogy Mikes keresett egy olyan társat, aki meghallgatja őt. Illetve keresett, igénye volt egy olyan fórumra, ahol kifejezheti önmagát, hogy mit érez, a vizsgálódásait közreadhassa, a személyes reflexióit. Tehát persze ez a bujdosás, ez a mindennapok történései, ez mindig is egy téma, de valahogy itt ez a belső igény, hogy meghallgatásra találjon, hogy kifejezze az élményeit, az érzéseit, és legfőképpen kifejezze honvágyát, a szülőföldhöz való ragaszkodását, ami mindig is megmarad benne. Én is ehhez kapcsolódjak, mert nekem is az volt így az alaptapasztalatom, hogy levél, ami egy kicsit olyan, mint egy napló, ami tulajdonképpen egy reflexiót szolgál, és nagyon közel, hogy te is mondtad, hogy egy meghallgatásnak a vágya. Tehát ha azt mondjuk, hogy ez a bujdosásnak az irodalma, a bujdosás az, ahol kényszerből ideglenesen mindig annak a vágyával, hogy visszamenjek, egy állandó honvágyba való időszaknak a leírása, akkor tulajdonképpen ez a valahogy kapcsolódás, így egy legalább egy fiktív formában, abba egy olyan közeghez, aki megért engem. Ez tulajdonképpen az otthonnak a vágyát is kifejezi. Én vagy ezt éreztem át ezekben a levelekben erősen. Az olvasás keresztül kiderült, hogy ő Mikes Kelemen a rodosta életet sok tekintetben szerette, és, de az is benne van, hogy nagyon, nagyon nehéz volt társadalmilag beilleszkedni a médiumba. Tehát a magyarok tulajdonképpen nagyon elszigetelve éltek. És ahogy mondtad, hogy neki volt egy pszichológiai igénye, hogy valakinek elmondja az érzéseit, és volt rá ideje is. Mert néhány szó mondja, mennyire unalmas a mi életünk Rodostóban, ugye? Tehát ez is talán közjátszott, ez is egy tényező lehetett. Igen. Olyan szép az... Bocsánat, mondja csak. Mondjattál majd utána. Csak pont így akkor egy folytatva azt, amit István mond itt, ez a bizonyos negyedik levél számára, ami ezt a fajta idegenségnek ezt a nagyon szép leírását hozza
nehezen szokhatom ehhez az országhoz, mert semmi ismertséget, barátságot nem tehet. Bizony nincs is ez a nagy vágyadásom, hogy valaki magához hívjon. Mert ugyanis miért? Tehát, hogy valahogy az a levegőbe lógásnak a tapasztalata ott van, és leírja, hogy szép vidék, meg rendezett város, de egyszerűen az, hogy nincs hová kapcsolódni. Ez egy alaptapasztalat így ezekből a levelekből. És egy másik fontos elem atya ezen kívül, vagy ezen felül az is, hogy ő azért bízik a gondviselésben. Tehát az mindig is maga előtt tartja azt a vezérfonalat, hogy igen, a gondviselés keze az ott van, és rábízom magam Isten akaratára, és nem tiltakozom, nem lázadozom. Tehát ez az elfogadás, ez a belenyugvás, sőt, több levélben hálát is ad az Istennek azért, hogy ő ezt a sorsot kapta, végül is nem olyan rossz ez a környezet, más is lehetett volna, ez a befogadó idegen környezet, azért elfogadnak minket. Persze ez nem a legjobb környezet számunkra, de az Isten tudja, hogy mit csinál, mit akar, mi a terve velünk. Ez nagyon-nagyon sok levelében benne van, ez a motívum is. Igen, az érdekes, hogy a környezet egyáltalán nem elutasító, bár nem is kifejezetten barátkoznak a magyarokkal, ugye erről is szólnak levelek, hogy elmenni egy török vendégségbe, ez egy meglehetősen unalmas tevékenység, mert nagyon keveset szólnak hozzájuk. Hát nem beszélve arról, hogyha ilyen keveset szólnak hozzájuk hozzá történetesen, akkor hát nem is tanul meg törökül. Tehát ez egy ilyen, mondjuk, hogy ördögi kör, hogy keveset beszélnek hozzá, nem is annyira érdeklődnek, és így nem tanul meg törökül, tehát eleve el van zárva az igazi kommunikációtól. Ugyanakkor nem egy ellenséges környezet egyáltalán, viszonylag jó anyagi körülmények között vannak, szép a környezet, különösen megkapó a tájnak a leírása, nagyon szép leírásokkal találkozhatunk a városról is, a tájról is, az emberekről is, és ugye beszéltünk arról, hogy ezek fiktív levelek feltehetően, nagy valószínűséggel, ugye felmerül, hogy mennyire megbízható a mi narrátorunk, a mi elbeszélőnk. Ugye maga, amennyiben fiktív levelekről van szó, akkor ugye eleve egy kis becsapás van a dolog mögött. És ehhez tartozik az is, hogy nagyon derűs, tehát minden keserűség ellenére azért alapvetően a derű az, ami átsugárzik ezeken a leveleken legtöbbször. Ami egy nagyon, talán irigylésre méltó lelki alkatra utal, hogy nem sanyarú körülmények között, de mégis a hazától, a családtól, rokonoktól, barátoktól jó részt elszakítva, de mégis megtalálja a lelki békét. Még olyan megjegyzést is tesz, ami ilyen csalafinta, hogy ő igazából nem is nagyon tudja leírni ezt a környezetet, de közben egy remek olvasmány, hogyha ezeket a leveleket vesszük, úgyhogy óriási élményt ad az olvasónak a levelein keresztül, és elképesztően sok részletet ismerünk meg így nem csak az emigrációról, hanem magáról el az egész különleges környezetről, amelyben a magyarok vannak, akik egyébként nyilván egymással tudnak kommunikálni, de valahogy az az ember benyomása, mintha egy kicsit, úgy elfogyott volna a sok téma, vagy a keserűség az, ami eluralkodik rajtuk, tehát hogy tehetetlenek, igazából vissza nem térhetnek. Újabb forradalomban, ugye, vagy felkelésben reménykednek, ugye azt hiszem, ennek megvan a maga történelmi háttere, de aztán végül ez nem sikerül. Úgyhogy alapvetően egy magányos emberről van szó, aki mégis megtalálja a lelki békét. Olyan módon ráadásul, hogy még több száz évvel később a mai olvasónak is egy rendkívül élvezetes olvasmányt ajánl. Érdekes így, amit mondasz, hogy a korhű leírás, és hogy nagyon figyelmes a világra, emberekre, hagyományokra, és azért úgy benne vannak így a virágnyelven azért a leírások azért, hogy
Hát, hogy milyen biztonságos környék lett, mióta oda kerültek. Ja, mert a 30 janicsár ott van mindig előttük. Tehát ez érződik rengetegen helyen, hogy teljes megfigyelés, teljes kiszolgáltatottság. Vagy egyszerűen az, hogy na most akkor ezt a nagyvezért folytották meg, na most akkor azt a nagyvezért gyilkolta le, vagy már ez a hányadik. Tehát az, hogy hú, akkor most mi lesz, akkor mi mikor kerülünk sorra. Tehát ez a kiszolgáltatottságnak az ilyen fél mondatai nagyon erősen benne vannak. Ebben van egy derű, én inkább azt gondolom, hogy egy tényleg egy istenhitre alapozott békesség, egy belső békesség van benne. De közben azért az, hogy ugye van jó pár olyan pont, ahol valami történelmi nagy eseményről, nemzetközi európai eseményről hírt kapnak, na itt akkor most lehet. És akkor az látszik, hogy ő azonnal akarna menni. Ott van akkor most, tehát, hogy mindig készen van erre. Azt hiszem, és az is egy tényező, hogy Rákóczi személyében egy mélyen vallásos ember volt. Tehát, hogyha tegyük fel, a Rákóczi nem lett volna egy ilyen, vajon Mikesnek sokkal nehezebb lett volna a saját hitét gyakorolni, és a saját Isten hitét ápolni. De Rákóczi egy különösen vallásos ember volt, és ahogy leírja, hogy egész napirend olyan volt, mint egy apátság, igaz, hogy már reggel, nem tudom hánykor már fel kell imádkozni, és stb. Stb. Tehát ez is egy erős tényező lehetett. És talán ezért maradt meg Rákóczinak egész élete végéig a híve, hogy mert tisztelte a Rákóczi vallásosságát és emberi tisztaságát, ugye? Ebben a bizonyos 37. levélben azt hiszem, lehet, hogy rosszul számoltam, de legalább négyszer van arról szó, hogy Rákóczi a templomba elmegy imádkozni. Fél hatkor ébresztik dobszóval, 6 órakor már a templomban van, és én úgy emlékszem, hogy talán négyszer is visszatér a nap folyamán, úgyhogy valóban erről van szó. És egy nagyon fegyelmezett életformát követnek, tehát mindennek megvan a maga ideje, és ugye dobszóval hívják őket a különböző eseményekre, a imádságra is, az ebédre is, a vacsorára, mindennek megvan a maga ideje. Ez egy nagyon érdekes. Igen. Ez egy félpont, hagyd kapcsolok hozzá. Annyira érdekes a levél, többször visszatértem ehhez, amit most így mondasz, János. Ugye ott van ez a csodálatos kezdő rész, úgy szeretem már Rodostort, hogy el nem felejtettem Zágon. És akkor érdekes, hogy fura egy picikét, hogy a napi rendről kezd beszélni. És valahogy azt érzem, hogy ez a napi rend, hogy egy rendezettség, ez adott valahogy egy értelmet, hogy napról napra fölkelni és menni tovább, hogy ne, valamilyen szinte, hogy ne őrüljenek meg ennek a hiányába. Valahogy, nagyon érdekes ez a levél, ezt azt mindenkinek érdemes elolvasni a hallgatóknak majd. Bocsánat, Ilona. Ugyanerről akartam beszélni, tehát ez a 37. levél, ez egy nagyon sokat idézett levél a törökországi levelek közül, több szempontból is, tehát maga az a híres szállóigévé vált idézet, amelyet atya is említett. Egy hónapja tartózkodtak ők Rodostóban egyébként, amikor azt írta, hogy ma itt derék házas tüzes emberek vagyunk, és akkor ugye ez a híres idézet, hogy úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont. Tehát hozzászoktak, úgy fokozatosan ők azért már hozzászoknak ehhez az idegen környezethez, és persze ehhez a hozzászokáshoz az is számít, hogy valahogy egy otthonra találnak, egy ilyen másodlagos otthonra, persze nem az igazi otthonra. És mondom, ez a napirend, ez is egy fontos motívum itt, ez egy mérce. Ez egy olyan mérce, ami tényleg szigorúságot ad, rendezettséget ad, fegyelmet ad, és ez a mérce kell ahhoz, hogy vigyék tovább azt, amit kell vinniük, hogy cipeljék a terhet, illetve az, hogy megbékélve, de ott tudjanak élni. Én itt találtam néhány nyelvileg is nagyon szép kifejezést, szavat, például itt van az, hogy ez egy szép kies hely. Ugye maga ez a szó, hogy kies, azt hiszem sokan rosszul is használják ezt a szót, hiszen a kies azt értik, hogy távoli,
messze eső, kieső, ugye? De a kies az azt jelenti, hogy szép, idilli, bájos, vonzó hely. Összehasonlítja ebben a levélben is az itteni helyet, ami egy szép hely, különösen az ő szálláshelyük, amely kertekkel van körülvéve, a tengerpart sincs messze, szőlős kertekről ír, de minduttalan visszatér a szülőföld képe. Tehát itt például a szőlőt nem karozzák fel, úgy, mint Zágonban. Vagy itt a gyapót bőségesen megterem. De Torda megyében a kokány föld erre nem lenne alkalmas. Ugye kokány, ez is milyen szép szó, itt ezek a székelyes, népies szavak is előjönnek. Aztán, tehát nagyon sok mindenről ír, amiket már említettünk valóban. Én még valamit szeretnék mondani, hiszen ezt a levelet nagyon gyakran idézzük, én viszont szeretnék rávilágítani egy kicsit a 36. levélre is, tehát az ezt megelőző levélre, ugyanis ez a levél írja le a rodostói megérkezést, amely egy hónappal azelőtt volt, és itt is ezek a humoros, kedélyes, kis csipkelődő, anekdotáló kiszólások ott vannak. Például, amikor megérkeznek, Mihelyst megérkeznek, Bercsényi úr anagramát csinált a város nevéből, ugye a Rodostó, ez a város neve, és ez jött ki Ostorod, ami nagyon is ráillik a bujdosókra. Tele van nagyon sok kis humorral fűszerezve sok-sok levél. Erről is talán érdemes lenne beszélni, a hangnemről, a stílusról. Egyetértek Jánossal maximálisan abban, hogy minthogyha egy mesélőkedv lenne az, ami vezéreli Mikest, aki belenyugodott a sorsába, és ez a mesélő kedv, ez a kedélyes hozzáállás is segít neki abban, hogy elviselje azt, amit el kell viselnie. Nagyon érdekes, hogy valóban elég sok olyan szó van, amit az ember nem ismer. Hát úgy utána kell nézni, sőt, ha az ember megpróbál utána nézni, nem is biztos, hogy megtalálja, legalábbis mondjuk az interneten. Én találtam néhány olyan szót, hogy nem egészen tudom mind a jelen pillanatig, hogy egészen pontosan mit jelenthet, de nyilván az ember nagyjából azért kitalálja, és nem igazán akasztja meg az olvasásban. Ez egy csodálatos dolog, hogy itt hát akár mondhatjuk, hogy 300 éves leveleket is olvasunk, vagy 250-300 éves leveleket olvasunk körülbelül, és mégis milyen fantasztikus hatással van ránk. Azért ez egy nagy dolog, tehát azért valamit tudott Mikes, és én arra is felfigyeltem, hogy egyrészt gyönyörű, szép a prózája, tehát tényleg gyönyörű mondatokat mond. Még annak ellenére mondom ezt, hogy néha az embert egy picit megakasztja, hogy egész pontosan nem érti egy-egy szónak a egészen pontos jelentését. Ugyanakkor fel is rúg bizonyos szabályokat. Én szinte biztos vagyok benne, hogy Ilona a magyar órákon vagy a dolgozatokban kijavítaná, hogyha egy tanuló mondjuk olyan szóismétlésekkel élne, mint Mikes, de valahogy ő ezt megteheti. Tehát ennek megvan a bája ennek a szövegnek. Most felolvasok egy ilyen részt, amire pont Ilonára gondoltam, hogy biztos, hogy ezt kijavítaná, de valahogy ez valahogy áttöri a szóismétlés, ellenére a szövegnek az ereje az úgy áttöri ezeket a mondjuk hogy látszólagos hibákat. Azt mondja ebben a bizonyos levélben, amiről szóltunk már, hogy mindezekből megláthatja két, hogy micsoda városban telepítettenek le bennünket, annak micsodás lakosai vannak, micsoda környéke és micsodás szokástartó. De azt még nem mondottam kérnek, hogy én micsodás szokást tartok. Az én szokásom, ahogy 10 órakor lefekszem és a szemeimet bézárom, és rendszerint azokat fel nem nyitom másnap 6-fél óráig. Van ebben egy valami, én a derűt tartom ezeknek a leveleknek hát talán a legcsodálatosabb jellemzőjének, de nyilván sok minden egyéb is bennük van. Itt erre szerettem volna csak felhívni a figyelmet, hogy úgy látszólag szóismétlés, meg fura ez a micsoda szónak ez a repetitív ismétlése, de valahogy mégis tökéletesen működik. Tehát egy igazi szép íróval van dolgunk, azt hiszem. Tehát az iratlan szabályokat is át
hághatja, vagy megszegheti, nem történik semmi baj, működik a dolog. A címzettel való kapcsolattartás is egy fontos elem, ez is mindig, szinte minden levélben visszatér az, ugye édesnénémnek vagy kédnek szólítja ezt a fiktív címzettet, tehát mindig kiszól hozzá, vannak ilyen kiszólások, emlékeztetések is, néha ilyen kis fenyegetések, játékos fenyegetőzések is, hogyha nem ír, akkor bizony bosszút állok, vagy hogyha a két tudná azt, hogy én mennyire szeretem, akkor biztos gyakrabban írna nekem. Aztán egy másik levélből egy részlet, itt a humorra meg a derűre rávilágítva, ez a 10. levél egyébként, amelyet még Drinápolyból írt. Itt azt írja Mikes, hogy egy hónapja nem írtam kédnek, de szakállamra fogadom, zárójelben, amikor lészen, hogyha az idő meglágyul, gyakrabban írok. Tehát ez is egy olyan aranyos kis csipkelődő, derűs mondat. Tehát ez a játékos, csevegő, társalgó, kedélyes hangnem, ez a közvetlenség, ez tényleg, ez a szórakoztató jelleg, ez ott van a legtöbb levelében. Aztán én ott láttam az egyik törésvonalat a 112. levélnél, amikor, illetve már az előző levélnél is, amikor a fejedelem végnapjairól, illetve a 112. levélben a fejedelem haláláról számol be. Szerintem erről is egy kicsit érdemes beszélnünk. De talán még visszatérnék a 37. levelére, ahol érdekes, hogy észreveszi, hogy mik a nők szerepe a ottani társadalomban. Mm-hmm. És gondolom, hogy valószínűleg a bujdosok, azok talán 90% a férfi lehetett, ugye nem tudunk erre tényeket, de amennyit olvasgattam a történetben, hogy viszont nagyon kevés nő volt velük. Ő beszél a Zsuzsikáról, aki Bercsényének a nevelt lánya, később a felesége, akiből feltételezhető Mikes is szerelmes lehetett, de Zsuzsika úgy látszik, Bercsényi halála után elvonult Lengyelországba, és nem ment hozzá a Mikeshez. De érdekes módon, hogy látja, hogy Vodostóban a házaknak nincsen külső utcán néző ablakja, mert a török férfi nem akarja, hogy az asszonyok nézzenek az utcára, vagy láthatók legyenek a idegenek számára, ugye? Hát ugye ez az iszlám szokás miatt, ez a vallási szokás miatt, hogy a nőket ne lássák idegen szemek, tekintetek, ez azért van, a nők se nézzenek ki, illetve hát a feleségeket, lányokat el kell zárni a külvilágtól, meg a férfi szemek elől. Tehát ez azért van, de ugyanitt megjegyzi azt is, hogy micsoda szép dolog az irigység. Igen, igen, igen. Nagyon modern ez a szöveg egyébként, tehát a női egyenjogúságnak ő, ezt nem kimondottan, de érezzük, hogy ő az egyenjogúságnak a pártján van, tehát ugye nem ért egyet a törököknek az irigységével, hogy elzárják a nőket, és azt hiszem talán egy örmény szomszédjáról ír egy asszonyról, hogyha megjelenik ott a kapu előtt, elsétál, akkor ő úgy fut el, mintha ördögöt látna. Ugye ezt ő abszolút elítéli, helytelennek tartja ezt a szokást, vagy ezt a kényszert, hogy a nők azok idegen, idézőjelben mondom, hát szomszédról van szó, idegen férfival szóba sem állhatnak. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon modern szöveg. Több helyen ír a nőkről, az asszonyokról, lányokról, az, hogy nekik el kell zárkozni, az, hogy még köszönni sem szabad, mert akkor bizony abból baj lenne. Én azt mondanám, térjünk rá a 112. levélre, hiszen ez az a másik sokat idézett levél, és nem véletlenül. Itt ebben a levélben számol be Mikes Kelemen második Rákóczi fejedelem haláláról, mely nagypénteken történt. 1735. április 8-án távozott el a fejedelem az élők sorából, és itt a hang nem nagyon is komorrá, nagyon is gyászossá válik. Ez a gyász, ez teljesen áthatja a levél hangulatát. Olvastuk, ugye, ezt a levelet? Igen, 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 igen.
Isten árvaságra téve bennünket, és kivéve ma közülünk a mi édesurunkat és atyánkat. Igen, valami egy nagyon szép, egy szinte egy temetési prédikációnak egy ünnepélyessége van az egész szövegben. És valahogy azt érzem én, nézve ezt, és a közvetlen utána jövő leveleket, 105-ös levelet néztem ebből a szempontból, hogy ez egy nagyon lényeges fordulópont. Tehát hogy látszik az, hogy az egész közösség számára, és itt személyesen Mikes Kelemen számára is a fejedelemnek a szolgálata, elkísérése adta meg a célt azért, hogy ott legyen. És valahogy ez egy nagyon lényeges váltópont, ugye meg egy 15 évig még írja a leveleit, hogy van-e akkor értelme mindennek. Tehát a 115. levelet nézem, amikor már eltemették a fejedelmet, minden szomorúságra gerjeszt. Akárhová forduljak, mindenütt azon a helyeken látom, ahol Urunk lakott, járt és beszélt velünk. Most pedig azokat a helyeket csak pusztán látom. És azok a puszta helyek keserűséggel töltik be szíveim. Tehát ez egy nagyon érdekes rész, ahol megint visszatérünk oda akkor, hogy ez nem egy emigráció, vagy kimelyek, és ahol én megtelepszek, és egy új életet kezdek, hanem ez egy bujdosó, egy állandó készenlétbe levő időszak, ahol eddig adott értelmet, az, hogy most a fejedelem mellett legyünk, és most akkor tulajdonképpen összeomlik igazán ennek a miértje. Pusztává válik, amelyről eddig úgy lehetett derűsen, barátságosan írni. Nem így érzitek? Igen. Igen, ez egy fordulópont mindenféle szempontból, tehát a fejedelem távozása nagy űrt hagy, nyilván ez mindig is így van egy halálesetnél, viszont az, hogy elvesztettük azt a szemét, azt a példaképet, azt az erkölcsi mércét, azt a támaszt, akire mi is támaszkodtunk itt a bujdosásban. Nekem még van egy nagyon, nagyon szép kép, itt atya, itt a levél elején van az, hogy ugye ekkor távozott nagypéntek, hajnali 3 óra, ekkor távozott a mennyei atyánk is, és a földi atyánk is, van ez a nagyon szép párhuzam, és ez teszi olyan ünnepélyessé, kibékítővé ezt a halált, a megváltás reményében. De ugyanakkor hozzáteszi azt, hogy de ne azt a jó atyákat sirassuk, mert őtet az Isten annyi szenvedési után mennyi lakodalomba vitte a gyönyörűségnek és örömnek poharából itatja, hanem mi magunkat sirassuk, akik nagy árvaságban jutottunk. Tehát ő kicsit helyre teszi a dolgokat, és azért, hogy igen. A gyásznak két eleme is van, gondolom, akik megemlékezünk arra, aki elment, és persze mi lesz bennünk, akik megmaradtunk ugye ebben a helyzetben. Ez egy olyan érdekes meglátás. Ha itt így lehet maradni ennél a témánál, hogy egy fordulópont, akkor nekem még két levél tűnt föl, ahogy most így újra így átlapoztam az egészet, ami nagyon erősen így emigrációs téma. Hogy mi történik, amikor az alapindok megszűnik. Én néztem a 124-es levelet, ez amikor megérkezik Rákóczi József, az ifjú fejedelem. Hatalmas várakozás, a halál után már, a Rákóczi Ferencnek halála után várnak rá, és egy teljes csalódás. Vigasztalásunkra vártuk ezt az ifjú fejedelmet, de szomorúságunkra jött a szép rendtartás, amit az atya szabott volt közöttünk, és amit oly igen igyekezett annyi esztendőket megtartatni velünk, mind a holtig, azt a fia 3 nap alatt felfordítá. Tehát nagyon érdekes ez, hogy az emigrációban, amikor egy generációváltás, amikor hozott értékek, úgy nem értékek többé.
az megint egy nagyon-nagyon tragikus pont, és hogy mit lehet akkor csinálni. Ugye ő neki akkor a hűsége az apához, a hűség lesz az ifjú fejedelemhez is, de ez legalább annyira egy veszteség, azt érzem, mint a vitézlő fejedelemnek az elvesztése. Igen. De itt tulajdonképpen nem is annyira emigrációról van szó, mint számüzetésről. Szerintem ez mind a mai napig egy olyan két fogalom, amelyeket érdemes megkülönböztetni. Vannak, akik saját önszántukból próbálnak szerencsét a világban, ugye ők kivándorolnak, illetve bevándorolnak egy országba, ők a emigráció, de itt tulajdonképpen számüzetésről van szó, és annak a fájdalma az hát minden bizonnyal sokkal nagyobb, hiszen ez egy külső kényszerből történt távollét. Igen, épp ezért beszélünk emigrációról és diaszpóráról a mai vonatkozásban. Tehát majd gondolom, erről is fogunk beszélni. Megkülönböztetni ezt a két fogalmat. Tehát az, amikor kényszerül az ember, elhagyja az országot, régebben gyakoribb volt a számüzetés valóban, de ilyen-olyan okokból, politikai, gazdasági, személyes okokból is el lehet hagyni egy országot, tehát önszántából is távozhat az ember, és akkor az nem ugyanaz az emigráció. Ez egy nagyon nehéz kérdés különben, mert a 20. században talán beszélhetünk három emigrációs hullámról, tehát a 20-as években, akik mondjuk úgy, hogy más politikai nézetei miatt emigráltak, főleg Észak-Amerikába, 45 után, a háború után, a úgynevezett nyugatosok, után 56-osok, és aztán később is jöttek sok ember ki, lényegében politikai okok miatt, tehát emigráció volt. Na most hogy lehet különböztetni gazdasági és politikai okokat? Ez megint nehéz a két dolgot szétválasztani, mert ez nem egy fekete-fehér kérdés, ugye? Hogy vajon a sok szegény ember, aki Európából kivándorolt, belépve magyarokat is, azok is egy kényszer miatt mentek az új világba, ugye? Hát az ír diaszpora, nem tudom hányszor akkora, mint Írországnak a lakossága például, ugye? Egyik a sok közül. Tehát ez egy nagyon komplikált kérdés. Igen, bizonyára az is lehet, hogy sokkal többen érzik úgy, hogy kényszerűségből hagyták el a hazájukat, mint hogy mondjuk szerencsét próbálni mentek. Ez valószínűleg nagyon szubjektív, hogy és el tudom képzelni, hogy többen vannak sokkal azok, akik kényszerűségből, legalábbis, hát ugye ez, hogy kényszerűség, ezt mindenki maga tudja csak megválaszolni. Tehát valaki úgy is persze mehet külföldre, hogy egyébként jó dolga van oda-haza, de hát szerencsét próbál, vagy egyszerűen csak tapasztalatokat szeretne szerezni, tanulni megy, tehát ilyen is van. De ez valószínűleg valóban ritkább, mint az, amit István, te említesz. Nekem volt egy kollégám, már jóval 80 éven felülben, itt született Kanadában, lent St. Catharines környéken, ahol a Welland csatornát építették annak idején, ott sok magyar munkás volt, és az ő szülei, az apja különben a szlovák volt, anyja pedig magyar, és mesélte, hogy mikor St. Catharinesben éltek, ott ezek mondjuk úgy, hogy balosak voltak, mert őket az RCMP állandóan figyelte, hogy nem kommunisták véletlenül, ugye? Ezek munkás emberek voltak, és hát elmenekültek, gondolom, politikai okok miatt is, Magyarországról, meg gazdasági okok miatt is. Szóval, ja. Azt is tud nektek mondani, hogy mikor mi Angliába kerültünk, bizony minket is figyelt a Scotland Yard, minden magyart, és amikor állampolgársággal folyamodtak szüleim, kijött a Scotland Yardba egy detektív, és ilyen paksamnyita volt nála, hogy kivel leveleztünk. És engem, mint fiatal gyereket, 15 éves fejemmel, amikor bementem benne akkor iskolába, Észak-Skóciába, bevittek a megyének a fővárosába, ugye rendőrsnek bemutatják, itt van ez a magyar gyerek, hát most itt van, rendben van, rendőrsnek megnézettek, aztán mehettem vissza az iskolámba, ugye, de ez is benne volt, hogy
tényleg figyeltek bennünket, ugye? És amit egy országnak különben joga van, ugye? Mert honnan tudják, hogy mi kik vagyunk. Nem tudom, hogy pont ebből a szempontból, tehát hogyha most itt a politikai emigrációt nézzük, akkor minden érdekes az, amikor hogy azt mondjuk, hogy megszűnik a közvetlen ott tartó, és még érdekesebb az, amikor van egy rendszerváltás élmény. Ugye, ami egyszerűen 1989-90-ben is ott volt, és itt nagyon megcsapott a 159. levelet néztem. Tehát amikor 1740-ben harmadik Károllyal kihal a Habsburg ház, egy egészen, tényleg egy rendszerváltás jellegű soroknak érle Mikes Kelemen. Micsoda szép állapotot élni, mert ha megholtunk volna, nem értünk volna meg ilyen nagy dolgot. Ezt a mi atyáink meg nem érték. Micsoda nagy változást okozhat ez a világban, ebben a nagy vendégfogadóban, az ótörvényben, az ószövetségben, ahol levelesek voltak, és nem tudom mire vonatkozik, visszaméhettek a főpap halála után. Tehát ugye a fogságból való visszatérés. Hát mi várhatjuk ki ezt? Egy nagyon érdekes volt ez, egy teljesen egy ilyen rendszerváltás érzés volt bennem, hogy na, akkor most bármi volt, most az megszűnik, hogy most akkor tiszta lappal lehetne visszamenni, most nem háborúval, most nem török csapatokkal, nem magyar vérnek az árán, hanem hogy békével lehetne hazamenni. Nekem ez még egy ilyen másik forduló. Érdekes, igen. De azt se felejtsük el, itt az egyik előbbi gondolathoz kapcsolódva, hogy ma azért a 21. századra már nagyon sok ilyen emigrációs vagy diaszporás helyzetben azzal állunk szemben, hogy valahogy az ország határok úgy már elmosódnak, nincsenek is igazán bizonyos helyzetekben, környezetben országhatárok. Tehát vissza lehet menni, ki lehet jönni. Ott is lehet lakni, itt is lehet lakni. Tehát megvan ez a kettősség, ez a szabad választás. Ugye? Igen. Hát ennek az emigráció... Jó, és Mikesnek nem ez a helyzete. Neki nem hát, ez jó. Volt, igen. Ő egyébként folyamodott amnesztiáért. Ő szeretett volna levelezni erdélyi rokonaival, és többször kérelmezte, de nem kapta meg a kérelmet. Aztán végül is 1758-ban kapta meg azt a lehetőséget, hogy levelezhessen az erdélyi rokonaival, és akkor abba is hagyta ezeket a fiktív leveleknek az írását, és még pár évig élt. Tehát megadatott neki, hogy azért egy kicsit közeli és valós kapcsolatba kerülhessen a rokonságával. Én elolvastam az utolsó levelét is, egy nagyon szép zárás ez, reflexió, számvetés, nem tudom, felolvassam a legutolsó bekezdést. Ezt írja Mikes Kelemen a 207. levélben, melyet 1758. december 20-án írt Rodostóban. Az első levelemet, amidőn a nénémnek írtam, 27 esztendős voltam. Eztet pedig 69-be írom. Ebből kiveszek 17 esztendőt, a többit haszontalan bujdosásba töltöttem. A haszontalant nem kellett volna mondanom, mert az Isten rendelésében nincsen haszontalanság, mert ő mindent a maga dicsőségére rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, és úgy minden irántunk való rendelése üdvösségünkre válik. Ne kívánjunk tehát egyebet az Isten akaratánál. Kérjük az üdvösséges életet, a jó halált és az üdvösséget, és azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól, mind a telhetetlen kívánságtól. Ámen. Nagyon szép. Ő maradt meg utolsónak a bújdosok körül, egyébként mindenki meghalt, elhalt a környezetében, tehát
ő volt az utolsó bújdosó. Ugye milyen szép lezárás, ez egy ilyen... Nagyon szép, és amikor én azt mondtam, hogy a derű, akkor persze nem volt teljesen igazam, mert itt sokkal több, mint erről van szó a levelekben. Talán a derű az, ami a leginkább felszínre kerül, vagy a leginkább érzékeljük, de valóban itt a egészen komoly és mély lírai húrokat tud megpendíteni. Ugye egy egész, hát szinte egy egész élet, vagy egy fél élet van benne, tehát inkább több, mint egy fél élet, az ő ugye, életének a sokkal nagyobbik felét töltötte Törökországban, és a nagyon érdekes egyébként itt az utolsó levélből derül ki, hogy azért itt egy nagyon tudatos írói munkáról van szó, azért ugye az utolsó levelében visszautal az első levelére. Igen. És ugye az ámen szóval ezt szokták is így magyarázni, hogy az ámen szóval zárja le, tehát azért itt egy tudatos írói munkásságról van szó. Bár nyilván azt azért nem tudhatta, ugye 41-42 éven át írta ezeket a leveleket, nem tudhatta nyilván, hogy le fogja tudni zárni, hiszen hát az ember nem ismerheti a jövőjét. De hát ez viszont megadatott neki, hogy ez egy lezárt irodalmi alkotásként fogható fel ennek a leveleknek az összessége. És egy nagyon szép lezárás valóban, méltó és hát ünnepélyes. Én a bevezetőmben említettem azt, hogy ezt, ahogy törökországi levelek, ezt az utókor ragasztotta rá a levélgyűjteményre, illetve pontosabban Kulcsár István lapszerkesztő író, ő volt az, aki kiadatta a leveleket nyomtatásban, megjelentette a leveleket Szombathelyen, 1794-ben, tehát ekkor jelentek meg nyomtatásban ezek a levelek először, és ő ragasztotta rá azt a címet, hogy törökországi levelek. Ennek még nagy hatása van a mai irodalomban is, és ugye az előző korokban is, tehát még annyit szeretnék megemlíteni, hogy a nagy hírű Nyugat című folyóirat címlapján is a bújdosó Mikes képe látható. Beck Ödön Frigyes munkája. Tehát, ha meg tudom osztani a képernyőt, akkor meg is tudom mutatni ezt. Atya, meg tudom osztani a képernyőt? Talán érdemes megnézni. A bújdosó. Szerintem igen, meg lehet. A zöld nyílra kell. Kikészítettem ezt a képet, de úgy látszik, hogy nem vagyok bekapcsolva erre a programra, tehát... Co-host legyen. Megosztottalak most itten, akkor co-hostnak. Érdemes megnézni szerintem, ha már itt vagyunk, tehát ugye látjuk ez a Nyugat folyóirat, amely 1908. január 1-én indul, és itt van a folyóirat címlapján. Mikes, a bújdosó Mikes Kelemen képe. Kulturális, irodalmi szempontból is nagy jelentősége volt a Mikes kultusznak is. Nagyon érdekes. Ugye? Most nézem, hogy nagyon elment az idő, de szerintem sikerült egy kedvet fölkelteni mindenkibe, hogy olvasson bele. Így törökországi levelekben. Itt, ahol elérhető lesz YouTube-on még továbbra is a beszélgetés, oda berakom én majd újra itt így, hogy hol lehet megtalálni. Akkor azt mondom, hogy jó olvasást tudunk kívánni mindenkinek, és várunk akkor ötleteket régebbi és újabb emigrációs irodalomból, ami a hallgatóknak nagy élmény volt. Várjuk ezeket, mert akkorról tudunk beszélni közösen is. Köszönöm nektek a beszélgetést, és akkor egy hónap múlva találkozunk.